A hétvégén fokozott ellenőrzést tartottak Tolna megye útjain a rendőrök, ennek során a passzív biztonsági eszközök használatát figyelték. Az egyenruhások ezzel a biztonságos közlekedés fontosságára hívták fel a figyelmet. Nagyon fontos az, hogy a biztonsági övet minden alkalommal használjuk, hiszen Tolna megyében számos olyan súlyos sérüléssel, vagy akár tragédiával végződő baleset is történt az elmúlt időszakban, amely megelőzhető lett volna akkor, hogyha a járművezetők használják a biztonsági övüket. Ezen a napon több mint 40 olyan szabályszegővel szemben intézkedtek kollégáim, akik valamilyen közlekedési szabálysértést elkövettek. 28 olyan sofőr és utas volt, akik nem használták a biztonsági övet. Ha ezt lakott területen belül tették, akkor 10 000 forintra, ha lakott területen kívül 15 000 forintra, autópályán pedig 20 000 forintra büntették azokat, akik nem csatolták be az övet. Emellett 12 esetben intézkedtek kollégáim, amikor kisebb fokú szabályszegést követett el a járművezető, ők mindannyian helyszíni bírságot kaptak, és akadt egy olyan járművezető is, aki ittasan vett részt a forgalomban. Ezzel a férfival szemben amellett, hogy a jogosítványát elvették, ittas vezetés miatt büntető eljárást is indítottak az egyenruhások.